Kedves műsorral köszöntötték a Bagyaskő Idősek Otthonának munkatársai az intézmény egyik lakóját, Kári Istvánné Klári nénit 90. születésnapja alkalmából január 13-án csütörtökön. A műsor után az intézmény vezetője Szorád Andrásné ismertette az ünnepelt életútját. Kiderült, hogy Kári Istvánné Kis Klára 1921. január 14-én született Jászberényben. Szekszárdon nevelkedett férjével 1942. karácsonyán házasodtak össze. Éltek Markazon, Mátraverebélyben, Bátonyterenyére az 50-es évek végén költöztek. Mindketten fodrászként dolgoztak. Klári néni 2007-ben özvegyült meg, 2009-ben költözött be az otthonba, ahol jól érzi magát, szeret énekelni és jókat beszélgetni. Szorád Andrásné az életút ismertetése után az intézmény valamennyi dolgozója nevében hosszú, boldog életet kívánt az ünnepeltnek. Az ünnepségen részt vett Székiné dr. Strémi Melinda, városunk polgármestere, országgyűlési képviselő, aki virággal, ajándékcsomaggal és a magyar kormány emléklapjával köszöntötte Klári nénit születésnapja alkalmából. Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok Önnek jó egészséget és további boldog éveket. Tisztelettel Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Úgyhogy én kaptam ezt a megtisztelő feladatot, hogy személyesen átmutathatom miniszterelnök úrnak a jó kívánságai, és városunk önkormányzata úgy döntött, hogy a szépkorúakat a miniszterelnöki emléklap mellé egy kis városi ajándékkal is megajándékozza, hiszen azon túl, hogy az ország hálás azoknak, akik fölépítették, azon túl természetesen a város is hálás annak, a korosztálynak, azoknak az embereknek, akiknek mi, a következő generációk köszönhetjük azt, hogy itt élhetünk, itt dolgozhatunk, és én bízom benne, hogy az utánunk következő generációk is így fognak majd gondolkodni rólunk, amikor elértük ezt a valóban nagyon szép kor. A polgármester asszony végül átadta az ajándékokat, azt kívánva Klári néninek, hogy a 100. születésnapját is ilyen jó egészségben ünnepelje. Amikor tegnap meghallottam, hogy a polgármester asszony jön köszönteni, hát ez olyan volt, mint egy hideg zuhany, váratlanul, és rögtön kaptam egy nagy szép dobogást, de valami boldogság fogott el, hogy én ezt is megírom. És hát nagyon gyönyörű minden, is nagyon szép, és hát ennél szebbet nem is kívánhatna senki sem, amit itt kaptam. 90 év hosszú idő, Klári néni, hogyan emlékszik vissza erre a 9 évtizedre? Jaj, édesem, én csak a szépre emlékezem vissza, a rosszra, a kellemetlenségre ne, mert háború volt. Háború volt, úgyhogy háború alatt esküdtünk, a férjem katona volt, repülőseknél volt, ott szolgált kint a fronton is, volt sokáig volt a fronton, 5 családom volt, a harmadik kislányom az 50 éves korában meghalt. Most unoka van 10, meg 12 dédunoka, most született, nem most, egy fél éve született a 12. 2-2 van mindenütt, itt ennél a kisunokámnál egy van, meg még egy név van egy. Klári néni ma is élet, vidám, nagyon jó kedvű. Mi a titka a hosszú életnek? Hogyan lehet megőrizni ezt az optimizmust ilyen hosszú időn keresztül? Hát először is a Jóisten segítségével, az az első. Én nekem az első az, hogy köszönöm, hogy meg felébresztett, tartott az éjszakát, este elköszönök a jó éjszakát. Igen, szóval meg aztán én úgy voltam, hogy elég vígkedélyű voltam mindig, és most is azt tartom. A rosszat hátunk mögé kell dobálni, és csak a jóra gondolni. Boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot.